Budapestről és több vidéki városból is érkeztek társegyesületek a Szekszárdi Rotary Klub jótékonysági bájára, így több mint 120-an vettek részt az utoljára 2 évvel ezelőtt megtartott rendezvényen. Szoros munka van most a szervezésben, mindenki a lemaradást próbálja bepótolni. Ugye a 2 év kihagyás után nekünk is muszáj volt egy kicsit élénkülni, egy kicsit megmozgatni az embereket, és hát sikerült összejönnünk. Még bizonytalan volt a helyszín is, mert ugye nagyon sok vendéglátóhely bezárt. Szekszárdon is eléggé bizonytalanak voltak, hogy hol rendezzük meg. Az eseménynek végül az egyik helyi borászat adott otthont. A csoport a Tolnai vármegyeszékhely életében aktív szerepet tölt be. 2022-ben 2 darab kerékpár szervizpontot helyeztek el a városban, emellett az önkormányzattal közösen fát is ültettek. A mostani bál belépő díja egyébként a klub jótékonysági projektjeinek megvalósítását szolgálja. A szervezet idén is különös gondot fordít a tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalokra. Az adventi időszakban nagyon eredményesen végeztük a forradbolt árusítást, ez az egyik forrása annak, hogy kiket tudunk támogatni, a másik pedig a báli bevétel, mert ugye ebből bevétel is van, többletbevétel, nem csak a saját fogyasztásunkat fedezi ez, és ez mind ifjúsági célokat támogatunk, arra használjuk ezeket a pénzeket fel. Több terve is van a jövőre nézve a Rotary új vezetőjének, azonban más egyesületekhez hasonlóan nehéz időszakon van túl a szervezet. Programjaink megvalósítása is nagyon sok nehézségbe ütközött, amelyet igyekeztünk jó szervezéssel, önfeláldozással úgy áthidalni, hogy azért ne maradjanak el a programok, meg tudjuk tartani. Talán ami a egyik sajnos hát nem jól teljesített program, a külföldi kapcsolatok, azok nagyon leálltak, hisz nem csak mi, hanem a külföldi partnereink sem voltak erre fogadókésnek, de bízunk benne, hogy ez az idei esztendőben meg fog változni. A klub egyébként idén ünnepli a 25. évfordulóját, így egy nagyobb volumenű eseményt is szerveznek a nyár folyamán.